A hullámok interferenciája 4. A Huygens-Fresnel elv. Vizsgáljuk meg, mi történik, ha kettőnél több pontforrásunk van. Állandó interferencia képet csak azonos frekvenciák esetén kaphatunk, hasonlóan a két forrás esetéhez. Az erősítések és gyengítések helyét elvileg ki lehet számolni, de az eredmény nem mutat egyszerű struktúrát, ha a források elhelyezkedése véletlenszerű. Szabályos elhelyezkedésű pontforrások esetén viszont érdekes eredményre juthatunk. Helyezzünk le egy egyenes mentén egyenletesen egyre sűrűbben 4, 8, majd 16 pontforrást. Látható, hogy ha a pontforrás sor tagjai már a hullámhoznál sűrűbben helyezkednek el, akkor hullámai keredője jó közelítéssel sík hullám lesz. Ha megszerkesztjük a forrásokból kiinduló gömbhullámok frontvonalait, láthatjuk, hogy burkoló görbéjük egyre jobban közelíti a sík hullám egyenes frontfelületét. Hasonló eredményre jutunk, ha egy körvonala mentén helyezünk el egyre sűrűbben egyre több pontforrást. A kör mentén elhelyezkedő pontforrások eredője kör alakú hullámfrontot, azaz kétdimenziós gömbhullámot eredményez. Ilyen és ehhez hasonló kísérletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó számítások vezettek egy alapvető hullámtani törvény felismerésére. Kiderült, hogy nem csak a sík és gömbhullám bontható fel gömbhullámok összegére, hanem az összes létező hullámfajta. Ezt a törvényt felfedezőiről Huygens-Fresnel elvnek nevezik. Eszerint a hullámfelület minden pontja elemi gömbhullámok kiinduló pontja, és ezek interferenciája adja a későbbi hullámképet. Ez a hullámtan egyik legfontosabb alapelve. Nem csak az itt bemutatott sík és gömbhullámra igaz, hanem minden esetben, amikor az interferencia egyszerű összeadással számolható. A Huygens-Fresnel elv tehát a hangtan, fénytan, kis amplitúdójú vízhullámok és sok más gyakorlati problémakör alaptörvénye.